Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Győzelemmel ünnepelte a feljutást a Kisvárda Master Good. A hatodik helyen végzett a kadettbajnokság döntőjében a Nyíregyházi Kosár Akadémia. Megnyerték a Magyar Kanizsai Tiszakupát a nyíregyházi tekézők. Több mint 2200-an szálltak nyerekbe az 5. Michelin Bringa Fesztiválon. Győzelemmel ünnepelte a bajnoki cím megszerzését és a feljutást a Kisvárda Master Good. Révész Attila együttese az NB3 zárófordulójában a Nyírbátort fogadta, és 1-0-ás fél idő után 2-1-re verte megyebeli osztálytársát. A Nyírbátor a 8. helyen zárta a szezont. Ez a szezon ez különösen nehéz volt, talán ez volt a legnehezebb. Nagyon nagy harcra készített a puttok minket, és azt gondolom, hogy azért ez nem az az NB3, mint ami 2-3 évvel ezelőtt volt. Ez a vonal lényegesen erősebb, és hát most a szándékunk is az volt, hogy följussunk. És ennek a kényszernek megfelelni nehezebb, a tudatból ott volt folyamatosan, hogy győzni, és bizony voltak olyan mérkőzések, amikor a görcsösség jelei mutatkoztak, nem tudtunk folyamatosan játszani, de a célt elértük, győztünk. Ráadásul szezon közben azért a kupa menetelés az nagyon megnehezítette a dolgunkat. Az azt követő mérkőzéseken az ellenfelek beálltak, és nem tudtunk olyan folyamatos játékot nyújtani, ezáltal kétszer vereséget szenvedtünk, de kétszer döntetlen játszottunk, és hát a puttok folyamatosan nyert, frissen játszottak céltalanul, úgyhogy most a végén dőlt el 100%-osan, de természetesen nagyon örülünk neki, és már azért készültünk az utóbbi időben a következő szezonra is. Említetted a nyomást, ami ugye egy teher volt, de mekkora erőt adott a közönség, amit azért minden meccs után kiemeltek? Valóban, hát ezt azért látni kell és élvezni kell, mert azért a többi NB3-as csapatnál korán sincs ilyen, sőt, hát járjuk az NB2-t már jó ideje, ugyanakkor azt is mondhatom az NB1-et is. Nagyon kevés csapatnál van meg az a fajta együttlét a szurkolókkal, mint ami nálunk, mert nem csak szurkolnak, hanem együtt lélegeznek, és azt gondolom a játékosokkal, a csapattal, magukénak érzik teljesen. Ezért ez az öröm egy picit másabb, mint egy olyan településen, ahol lejátszuk, megnyertük és hazamegyünk, nem? Itt azért minden mérkőzés szinte egy bajnoki ünnepel ér föl, mind az odautazás, mind a jelenlét és az odautazás szempontjából azt mondom, hogy olyan élményeknek voltunk tanúi részesei, amely a jövőre mindenképpen megmarad nekünk, és ebből táplálkozni fogunk tudni. A mai nap talán még a hét első felé is az ünneplésé, aztán viszont el kell kezdeni felkészülni egy borzasztóan erősnek ígérkező MB2-re, amely ugye esetleg olyan döntésekkel is jár, amelyek érzelmileg fájni fognak. Pontosan így van. Na most ez a szezon egy picit más lett. 2 évvel ezelőtt, amikor feljutottunk, teljesen váratlanul, a Szeged osztályzó követően, akkor erkölcsileg azt fogalmaztuk meg, hogy azok a játékosok, kicsikarták, lehetőséget kapjanak. Most nem. Most szigorúan szakmai alapon fogunk majd játékosokat meghagyni, illetve újakat igazolni. Látjuk, tudjuk, hol van szükség erősítésre, és hát abban biztos vagyok, hogy azok az igazolásokat, amelyeket most kinéztünk, azok segíteni fognak a célunk erősségbe. Jelenleg is már több játékossal megállapodtunk, van, aki már alá is írta a szerződését. MB2-ben jónak nevezhető játékosok, és természetesen a hazaiakkal, az itteniekkel kiegészülve egy nagyon jó együttes lehet majd itt a Kisvárdai. Meddig kapnak pihenőt a srácok? Hétfőn kedden egyeztetés van a megmaradt játékosokkal még, volt már több olyan játékos, akik egyeztettünk, és 22-én indul a felkészülés, addig pihenőt kaptak. Abszolút emelt fővel búcsúzhatott a szezontól a nyírbátori csapat, hiszen a bajnok otthonában 2-1-es vereséget szenvedett, egy olyan meccsen, amelyen egy csapat számára sem volt tét. Hogyan értékeli ezt a 90 percet? A célkitűzésünk az volt, hogy maximálisan tegyünk meg a siker érdekében mindent, ennyi volt benne, szerettem volna a támadójátékot egy kicsit pozitívabban értékelni és pozitívabbá tenni. Sajnos az előre játékunkban sok hiba csúszott, pontatlanok voltunk a támadó harmadban, és így nem tudtunk eredményesek lenni. A gólt hiányolom, mert több volt benne, a Várdának is megvolt, és csak gratulálni tudok nekik, mert nem vették ők se félváról, hiszen komolyan küzdöttek, akciókat vezettek, helyzeteket alakítottak ki. Azt hiszem, hogy a második félidő tényleg egy néhúsabb mérkőzés volt. Az egész szezont nézzük, ugye a 8. helyet céloztam meg, tehát az első 8 hely valamelyikét a Nyírbátor végül 8. helyen végzett. Összességében milyen volt ez a 2014-15-ös szezon? A célkitűzésnek megfelelően szerepeltünk, azt kell, hogy mondjam, lehetett volna egy kicsit több pontunk, többet kellett volna tenni, de pont ezek a hibák, ezek a problémák, amik ma is jelentkeztek, ez az egész bajnokság folyamán megvolt.
hatékonyabban, úgy a védekezésben és támadásban is masszívabbnak kell lennünk, és csak akkor tudunk előrébb lépni. Ha a hírek igazak, akkor Kovács Jánossal folytatja a következő szezonban is a nyírbátori csapat. Mi az, amit esetleg változtatni, lépni kell, hogy egy picit még jobban szerepeljen majd az együttes? Sok mindenen kell változtatni, elsősorban a fiataloknak a hozzáállása, és kötelező ugye két fiatalt játszottatni, azoknak szerkezetbe való beillesztése, és a csapatot át kell szervezni, át kell reformálni, kevés a fejelőjátékosunk. Tehát vannak olyan szakmai dolgok, amiket feltétlenül változtatni kell, és annak érdekében lépni kell a vezetésnek is, hogy ezek nem ütközzenek ki az elkövetkező bajnoki idényben. Személy szerint hát úgy néz ki, hogy tehát beszéltünk a továbbiakról, ha nincs különösebb akadálya részemről se, a túlészéről se, remélem, hogy sikerül egy 3-4 helyen úgy megerősíteni a csapatot, ahogy az elkövetkező időben ne legyen kiesési gond elsősorban, és úgy pluszos lesz a létszám, tehát itt játékos állomány szempontjából is, és úgy az egész klubnak a felépítéséből is adódóan, tehát vannak igényeim, elvárásaim, remélem, hogy ezek tisztázódnak, és ez nem lesz akadálya továbbiakban, hogy folytassam a munkát. Egy nagyon nehéz szezon végén lélegezhetek el a Kisvárdai Klub vezetői szimpatizánsai, hiszen az elmúlt össze mindenki odaadt előre a Várdának az aranyai, mert azért 29. fordulóig kellett várni, hogy ez biztos legyen. Ez így van, innen is szeretnék gratulálni a Putnoknak, mert méltó, hát ellenfél az rosszul, méltó versenytárs volt. Sok sikert kívánok nekik. Természetesen mi örülünk, hiszen elértük a célunkat. Egyértelmű volt, mikor 14-15-ös szezonban nekivágtunk, hogy szeretnénk bajnokok lenni és NB2-ben feljutni. Hát sikerült. Kisvárda már játszott az NB2-ben, viszont tekintve, hogy csökkent az NB1 létszáma, ez most egy erősebb, minden bizony erősebb NB2 lesz. Mi lehet a cél, hiszen lassan elkezd épülni egy nagyon szép stadion, tehát stadion lesz, amiben egy olyan csapat kell, amely méltóan reprezentálja jelen állás szerint nem csak Kisvárdát, hanem a megyét, hiszen per pillanat a Kisvárda megy első számú futballcsapata. Egyetértek, így van, azt gondolom, hogy nekünk meg kell mutatnunk számunkra, a stabil NB2 a cél. Azt gondolom, hogy erre lesz megfelelő anyagi keret és megfelelő szakmai stáb, és reméljük, hogy hamarosan megfelelő, még ennél jobb körülmények is. Hát ezért dolgozunk, de szeretnénk mindenkinek szorítani, Nyíregyházának is, mindenki érje el a megfelelő helyet, szerintem Nyíregyházak NB1-ben van a helye, szorítunk nekik, hogy minél hamarabb kerüljenek oda. Az egy jó megoldás, hogy legyen egy NB1-es, NB2-es, egy NB3-as csapatuk. Az elmúlt nyáron azt mondtad, azért jött, hogy bajnokságot és feljutást ünnepél csapattal, megtörtént, viszont talán egy picit nehezebb volt a Vártnál. Így van, a legfontosabb az, hogy megnyertük a bajnokságot, és ahogy említetted, tényleg egy picit nehezebb volt, mint amit valójában mi gondoltunk volna. De hát a Putnok tényleg egy nagyon kitartó és nagyon sportszerű ellenfél volt, az utolsó erejéig küzdött, de a legfontosabb az, hogy mi azért fölül tudtunk kerekedni rajtuk, és végül is azt gondolom, hogy azért attól függetlenül, hogy közel voltak hozzánk, maga biztosan megnyertük ezt a bajnokságot. A csapat játék tudását láthatta mindenki, te csapatkapitányként hogy értékeled, milyen közösség alakult itt az elmúlt egy évben? Azt azért hagytadem hozzá, hogy igazából a Hegedűs Tibi a mi csapatkapitányunk, de ugye a sajnálatos sérülés ellenére ugye nem tudott így itt lenni, és én örököltem meg tőle ezt a kapitányi karszalagot. Hát amit mondtam, ez egy nagyon egységes csapat, többször beszéltünk már erről, tényleg azt gondolom, hogy nagyon jó közösség alakult ki Kisvárdán, és a maximálisan csapat érdeke ez a győzelem. Az NB2-ben ezekből a játékosokból, akik kiharcolták a főtást, leszek, akik nem lesznek itt Kisvárdán, te tudod már a következő szezonra sorsod a jövődet? Igazából nem szeretnék még róla nyilatkozni, de úgy gondolom, hogy én maradni fogok. Közel állunk, úgy mondom, a megállapodáshoz. Hát a többiekről ugye nem tudok mondani, ez mindenkinek a személyes dolga, hogy megegyezzen a vezetéssel. Én remélem, hogy ebből a csapatból minél többen fognak maradni, mivel amit említettem az előbb, hogy tényleg egy nagyon jó kis közösségről beszélünk, úgyhogy én bízom benne, hogy sokan maradnak. Sírszerűen gólpasszal búcsúszál a nyírbátori csapattól, beszéljünk először erről a meccsről. Egy előzményeket tekintve, egy picit érdekes meccs volt, ahogy láttad, egy ideig kívülről, aztán belülről. Szerintem egy nagyon jó meccs volt a zárszóba, hogy utolsó meccsem azért a Kisváromán bajnok volt. Hát azt mondom, hogy jobban kihasználják a helyzeteket, rúgattak volna még gólokat is, de mi azért próbáltunk az utolsó percekig azért helytállni. Lássuk, hogy rúgott Paki egy gólt. Utána volt még a végén egy szabadrugás, amit nagyon szépen védett a kapus. Én azt mondom, hogy egy jó meccsnek és egy kisvárdai győzelemnek, egy bajnok
bajnokavatónak, vagyunk a szemtanúi, gratulálunk a Kisvárának. 16 évet játszottál Nyírbátori színekben, egy-két röpke megszakítása. Nehezet kérek, néhány mondatban értékeld ezt a másfél évtizedet. Egy-két helyen voltam ebbe a 16 évben, de a nagyzőm egy Nyírbátorba. Hát örülök, hogy Nyírbátorban futballozhatom, nagyon sokat segített tényleg az elnökség, a vezetőség, tényleg a város mindenben mellettünk át, a csapat mellett. Hát örülök neki, nagyon nehéz volt a múlt héten elköszönni, de nagyon mondják, hogy maradjak, de nem tudom még, hogy mi lesz belőle, szerintem én abba vagy most az NB3-ba. Viszont ez azt jelenti, hogy a futballt nem hagyod abba, alacsonyabb szinten gondolom folytatod. Természetesen nem, hogy szeretném abba hagyni, megy első osztályba, akkor valahol még az nem publikus, szerintem még nem tudom, hogy merre még, de természetesen nem hagyom abba így. A hatodik helyen végzett a kadettbajnokság Soproni országos döntőjében a Nyíregyházi Sportcentrum Kosáracadémia csapata. A Pető Ákos által irányított együttesből a szakemberek Fazekas Csabát beválasztották a torna válogatottjába. Első számú célkitűzésünk a 8-as döntőbe való jutás volt, de évközben nagyon jól szerepeltek a srácok, hogy talán egy kicsit vérmesebb reményeink is lehettek volna, de az első számú célunkat, még egyszer mondom, azt sikerült elérni a 8 közé jutással. Két vereséggel jutottatok be az országos döntőbe, hogyan alakult ott a sorsotok? Sajnos az első mérkőzés volt a döntő, ahol a Szombathelyen egy balszerencsés módon bekapott hármassal, utolsó másodperces hármassal vereséget szemettünk, utána nagyon nagy bravúrral a Szolnokot sikerült megverni, de sajnos ez kevésnek bizonyult, mert a Vasas csapatával egy utolsó negyedes leolvadás után nem csak előtt bejutnunk a legjobb négy közé, ahol sokan vártak minket. Utána MAFC ellen kicsikét csalódottan első negyed rá is ment, minusz 15-ről sikerült megfordítani, illetve a Szolnok után a bosszút tudott rajtunk állni az ötödik helyet való mérkőzésen, és hatodikak lettünk. Az egész éves szereplés tükrében játszottatok gyakorlatilag mindenkivel. Mennyire vagytok elégedettek ezzel a hatodik helyen? Én úgy utólag azt mondom, hogy maximálisan. Nyilván ott a döntő után egy-két nap meg a fiúk is egy kicsikét csalódottak voltak, de utána már reálisan tudtuk értékelni, maximálisan elégedettek vagyunk, hiszen egész szezon tekintve 5 vereséggel sikerült abszolválni, illetve 2 évvel ezelőtti korosztályhoz képest azokkal a csapatokkal, akikhez nagyon messze voltunk még akkor, most már jó partikat játszottunk, sőt, minden csapat, akivel játszottunk, legalább egyszer sikerült megvernünk az országban, tehát abszolút előrelépés volt. Milyen erősség ez a korosztály, milyen színvonalú volt a döntő, hiszen említetted a 2 évvel ezelőttieket, 2 év ebben a korban rengeteget számít fizikálisan, mentálisan, játéktudásban, rengeteget fejlődhettek, vagy akár megragadhatnak játékosok, csapatok. A játékos vándorlást is bele kell venni, hiszen a Honvéd például az Óbudai Kaszásokkal összevont csapattal indult, a Vasas Egerből tudott erősíteni, illetve a Szolnok Nigériából, tehát eléggé vegyes volt ilyen szempontból a kép. Nagyon fiatal csapattal mentünk, hiszen a keret fele 99-es, a másik fele 2000-es volt. Ennek tükrében is nagyon nagy eredménynek tartjuk a hatodik helyet így utólag. Nyilván előtte még nem tudtuk ezeket a változásokat, egy kicsikét más volt az előzetes elvárás. Ez azt jelenti, hogy jövőre, akkor vagyis a következő szezonban még vérmesebb reményekkel vághatok esetleg neki e korosztály küzdelmeinek. A 99-esek kiöregednek, ők junior korosztályúak lesznek, de a csapat körülbelül fele megmaradt, tehát nagyon érdekes bajnokság lesz a jövő év is, mint junior, mint kadett szinten. Meddig maradnak edzésben a srácok, mi a nyári program? Június végezzük, hiszen válogatott keretekhez több játékos is adunk. A 99-es csapat a Fazekas Csaba meghívást kapott, illetve Párosi György a bőkeret tagja, illetve a 2000-es szelekciónak Vaskó György, Sitku Márton és Mokászki Márton is tagja, tehát már csak miattuk is, de egyébként is már készül a jövőre, júniusban végig fogunk edzeni, és augusztus első napján kezdjük a következő év felkészülést. Addig júliusban pedig egy külön nyári programot fognak kapni a fiúk, egyénileg kell elvégezniük. Mindössze 2 vereséggel jutottatok be a döntőből, aztán hatodikak lettetek. Hogyan élted meg a soproni napokat? Összességében nagyon jónak tartottam a tornát, mert nagyon hangulatos volt, és nagyon jó volt a szervezés a soproniak javáról. Hát a meccsekről csak annyit, hogy mindvégig küzdöttünk, és annak ellenére, hogy nem sikerült bejutni a legjobb 4-be, elégedett lehetünk a csapat teljesítményével, mert egész évben nagyon keményen dolgoztunk, és az alapszakaszt és a rájátszást is sikerült megnyernünk. Neked is nagyon jól ment a játék, hiszen döntőben 26 pontos átlagod volt, hogy beválasztottak az ország 5-ösbe, ami azért 6. helyzet csapatból nem nagyon szokás. Eléggé meglepett ez a kiválasztás, mert 6. helyzetből nem nagyon szoktak beválasztani. Hát nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy engem választottak,
Nagyon örültem is neki. Rád még vár nyáron feladat, tagja vagy a válogatott keretnek, hogy néz ki a nyári programod? Az egész nyaram rá fog menni, mert június 22-én kezdődik a felkészülés, és augusztus 8-án utazunk az Európa-bajnokságra, B-divízióba. Hát remélem benne leszek a keretbe, és hajtani fog keményen. Az első helyen végzett a szerbiai magyar kanizsán megrendezett Tiszakupán a Nyíregyházi Tekeklub együttese. A négy csapatos tornát először nyerte meg az NTK, Hakker Dezső pedig a legjobb tarolónak járó díjat vett át a szervezőktől. Végre valahára sikerrel térhettünk haza, még soha nem sikerült ezt a kupát megnyernünk, így ezért is nagyszerű dolog volt, hogy azt lehet mondani, egy sikeres szezont egy nagy sikerrel tudtunk lezárni. A szokásoknak megfelelően a hazai magyar kanizsa csapata mellett egy szegedi amatőr nagyon jó csapat vett részt, illetve a marosvásárhelyi szuperligás, illetve NBC nemzetközi kupás csapat is eljött, nem is olyan gyenge csapattal, úgyhogy azt lehet mondani, hogy mindenképpen várató volt, hogy kielezett mérkőzések fognak zajlani az elsőségért. Hozzáteszem, hogy úgy gondolom, hogy talán a legerősebb nyíregyházi csapattal sikerült elutaznunk, és mindenképpen szerettük volna már megnyerni ezt a kupát, pláne azért, mert a Szlovenszki Tibor néhány hete nagyon szerette volna, már kijelentette is, hogy szerette volna ezt megnyerni, hát végre sikerült, megadatott ez neki. Azt lehet mondani, hogy rögtön már az első sorban a Tibor révén vezetéshez jutottunk, majd a hazaiakkal kezdtünk el igazából keményebb csatározásokba, hogy az eredmény tekintetében folyamatosan ledolgozták a hátrányukat, majd a fél időben azt lehet mondani, hogy meg is folytották már a párharcunkat, azonban a Szegő Levente, Hakker Dezső révén, illetve jó magam révén az utolsó dobásokra nekem már sikerült egalizálnom, és akkor már a vezetést is átvettük, és tényleg még az utolsó dobásokig kiélezett volt a párharc, mint jelzi azt, hogy csupán 20 fával, de sikerült legyőznünk ezt a nagyszerű magyar kanizsai csapatot. Mögött a harmadik helyen az elektromaros román csapat végzett, úgyhogy azt lehet mondani, hogy mindenképpen új sportbarátilag, mint sportteljesítményileg is egy nagyszerű Tiszakupát láthattunk idén. Milyen egyéni díjakhoz jutottak még hozzá nyíregyházi játékosok? Mivel itt a csapat elsőségen kívül a legjobb teléző és a legjobb taroló külön díjakat osztották csupán ki, így nagyszerű élményben volt részünk, ugyanis a Hakker Dezső és a Szlovenszki Tibor egyaránt 199 fát tarolt, azonban a Dezsőnek kevesebb üres gurítás volt, így jövő lett a külön díj, úgyhogy azt lehet mondani, hogy ebben is kiemelkedőek voltunk a mezőnyből. Hozzáteszem, hogy én voltam a harmadik legjobb taroló, ahogy a számokat elnéztük, úgyhogy azt lehet mondani, hogy mindenképpen megérdemelten nyertük úgy a csapatmérkőzések elsőségét, mint akár a legjobb taroló díját is. Vár-e még valamilyen összejövetel a csapatra? A következő hétvégén a évvégi, azt lehet mondani, zárobulink következik. Végül is a szokásoknak megfelelően a sóstól szoktunk összejönni a horgásztanyán, és egy kis főzéssel, kis focizással, beszélgetéssel tarkított levezető összejövetel lesz majd a mostani szombaton, és azután most már egy hosszú nyári pihenő következik. Bízunk benne, hogy július közepén, augusztus elején el tudjuk kezdeni a felkészülést. Olyannyira, hogy a marosvásárhelyiek már bejelentették, hogy július legutolsó napjában szeretettel várják a csapatot a soron következő Maroskupára, úgyhogy mindenképpen oda már készülnünk kell. 5. alkalommal rendezték még Nyíregyházan a Michelin Bringa Fesztivált. Az egész napos program során több mint 2200-an szálltak nyerekbe. Június 6-án, szombaton 5. alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Michelin Bringa Fesztivált. Az időjárás kegyes volt a szervezőkhöz, a délelőtti junior bike futamoknak már igazi strandidőben vághattak neki a legkisebbek. Te nyerted ezt a futamot, milyen volt ez a 700 méter? Nehéz és izgalmas. Mennyit szoktál biciklizni? Hogy készültél? Nagyon sokat szoktam biciklizni. Az mit jelent, mennyit szoktál tekerni? Mennyi volt az eddigi leghosszabb táv? Az eddigi rekord az 24 kilométer. Hol van? Teljesítetted ezt a távot és kivel? Az apukámmal. És hová? Sóstóra és vissza. Szeretsz biciklizni? Barátokkal szoktál egyébként? Most jön a nyár, mi lesz a program? Nagyon szeretek biciklizni, és sokat szoktam. És nyáron sokat fogok bicajozni, amikor nincs olyan főlet meleg. A meleggel együtt a tömeg is nőtt, dél körül már több százan voltak a Kossuth téren. Rengeteg ember van kint, hál' Istennek már most a Kossuth téren, de egyébként is soha nem árt az, hogyha egy ilyen nagy cég, mint a Michelin felhívja a közlekedés biztonságra a figyelmet. Ők hitelesek, ugye?
hiszen mint gumigyártók az idejük egy része, illetve a terveik egy része azzal telik el, minél biztonságosabbá tegyék a közlekedést, beleértve a kerékpáros közlekedést is. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos ez nekünk, hogy ezt felvállalták és 5. alkalommal csinálják. Ugye ez egy óriási show is, ahogy látszik a téren, meg egy nagyon komoly dolog emellett, mert a közlekedési kultúrát azt mindenkinek el kell sajátítani, nem csak az autósnak, a gyalogosnak is és a biciklisnek is, és ebben szerintem van mit fejlődnünk, van mit fejlődni az embereknek, ezért jó, hogy a Michelin egy ilyen zászlós hajóként ezt felvállalta itt Nyíregyházán. Aki a városban mozog esténként vagy hétvégenként, látja, hogy rengetegen kerékpároznak, az infrastruktúra is egyre fejlődik, mire számíthatnak ebben az esztendőben még a biciklizők. Még több kerékpáros utat szeretnénk megvalósítani, tervezni jó hosszan, hogy a kerékpárosok is a tömegközlekedés mellett biztonságosan tudjanak a város különböző pontjairól eljutni a másikra úgy, hogy közben a megnövekedett forgalomban a saját életüket nem veszélyeztetik, úgyhogy ez eddig is egy kiemelt fontosságú projekt volt Nyíregyházán, és ezután is az is marad. A nap derekán azok, akik egy kellemes kerekezésre vágytak, elindultak Sóstó felé, a vállalkozóbb kedvűek pedig a Nyíregyháza-Tokaj-Nyíregyháza közötti 64 kilométeres távnak vágtak neki. A Bringa Rally résztvevőinek nem is elsősorban a táv leküzdése, hanem a kánikula jelentette a legnagyobb kihívást. Az elmúlt évektől eltérően ezúttal nem volt szoros a befutó, Pályi Csaba 15 kilométerrel a cél előtt megszökött a mezőnytől, és előnyét meg is tudta tartani. A debreceni színekben induló versenyzőnek valamivel több mint másfél órára volt szüksége a táv teljesítéséhez. A verseny történetének, 5 éves történetének legnagyobb fölényével nyerted ezt a mai viadalt. Milyen volt ez a 61 néhány kilométer? Nagyon nehéz volt, főleg a meleg nehezítette meg. A csapattal megpróbáltunk végig dominálni, több elmenés is volt, sajnos sorompót is kaptunk 2-szer. Úgyhogy nagyon nehéz volt, főleg az utolsó 15 kilométer. Mikor szöktél meg a mezőnytől? A vége előtt 15-tel, előtte is próbálkoztam többször, de azt még nem hagyta a mezőny. 65-67 kilométerről van szó, hogy kell felépíteni egy ilyen versenynek a taktikáját, hiszen amikor elrajta a mezőny, azt látjuk, hogy gyakorlatilag mindenki teljes erőből teker. Nagyon rövid a táv, és ugye mi sokan is voltunk, úgyhogy megpróbáltuk rögtön az elejétől kicsit szórni a mezőnyt, fárasztani. Ugye itt nem nagyon kell tartalékolni ezen a távon. Hanyadszó vagy itt a Michelin Bringa Fesztiválon? Most vagyok először. Debrecenből érkeztetek. Mit kell tudni a csapatotokról? A csapat az debreceni, én vidéki vagyok. Hát nem tudom, országszerte versenyzünk. Minek számítottok ti, amatőrnek, félprofinak, profinak? Vegyes a társaság, ugye vannak utánpótláskorú versenyzőink. Mi már inkább a félprofiát Magyarországon. Tehát licenszel versenyzünk, de vannak amatőrök is közöttünk, de egyébként amatőröknek számítunk mi is. Mindenki munka mellett csinálja, azért mert szereti a sportot. Mondtad, hogy először vagy itt, így első látásra mi a véleményed előre a rendezvényről? Nagyon jó, rendesen le volt zárva minden, tehát nem volt semmi probléma. És ezek után gondolom alig a kérdés, hogy itt lesznek jövőre is. Igen, mindenképpen. Napközben kísérő rendezvények is szórakoztatták a megjelenteket, akik több eszközt is kipróbálhattak a biztonságos közlekedés népszerűsítésének jegyében. A rally versenyző Herzig Norbert is a biztonságra hívta fel a figyelmet. Rally versenyzőként vagy a vendég egy kerékpáros rendezvénynek, aminek a szlogenje hajtsa biztonságra, mit tanácsolsz azoknak, akik akár kerékpáron, akár motorkerékpáron, ülve akár gépkocsiba, ülve közlekednek ezekben a nyári hetekben, hónapokban? Hogy magunk fajták szoktuk mondani, mindig mindegy, csak forogjon a kerék. Ez az első gondolat. A másik pedig az, hogy a biztonság, hogy említetted, én magam gyakorlott apaként sokat biciklizem, és az elsődleges, amit meg tudok tenni, hogy a sisakot mindig feltesszük, ez az alap. Nyilván jó lenne hosszabb nadrágba, de ilyen jó időben ezt nem lehet megtenni. A közutakon pedig az, hogy most tudom, hogy ez kicsit közhelynek tűnik, az, hogy óvatosan vezess, de nagyon sokan azt gondolom, hogy nem tudják, mit jelent közlekedni effektíve. Lehet, hogy nagyon jól vezetnek, de közlekedni nem biztos. Borzasztó fontos, hogy figyeljünk egymásra, illetve az, hogy a biztonsági övet mindenképpen használjuk. El is mondtad akkor már az, hogy milyen viszony vagy a kerékpárral. Ez mit jelent, napi rendszerességgel használod? Azt nem mondanám, az életemben ennyire nincs jelen a bringa. A családommal, a gyermekeimmel szoktam viszonylag többet tekerni. Abban a pillanatban, hogy van egy kicsit jó idő, márciustól már nyerekben vagyunk. Hétvégenként szinte nincs olyan hétvége, amikor ne telne el, vagy eltelne úgy hétvég, hogy nem ülünk bringára. Hétközben kevesebbet, nyáron mondjuk a nyári szünetben, akkor azért ott is. Tehát mondhatom, hogy viszonylag rutinos biciklis vagyok. Nyíregyházán kerékpárutakat tekintve, és sőt a nagyobb vidéki városokban is, városok között viszont
viszonylag jó a helyzet, Budapesten azért nagy harcul a kerékpárosok és az autóvezetők, ezt nekik mit tanácsolsz? Nagyon fontos, de megint az, amit az előbb mondtam, hogy figyeljünk egymásra. Én azt látom, én viszonylag kicsit többet autózom Budapesten, effektíve a nagyobb, tehát a városi csúcsforgalomban, és én azt látom, hogy igenis van változás a morálban. Tisztán látszik, hogy az autósok egyre jobban odafigyelnek a biciklisekre. Én magam egy, mondjuk azt, hogy peremkerületben lakom, és ott azért közel nincs akkora forgalom, ott könnyebben lehet biciklisként érvényesülni, de látszik, hogy van pozitív változás. Hogy tetszik ez a mai rendezvény? Nagyon jó hangulat. Én reggel érkeztem, és őszintén mondom, az előbb néztem az órámat, meg azt éreztem, hogy picit éjesfőkben néztem, hogy már ennyi az idő, hogy szokták mondani, jó társaságban tényleg gyorsan telik az idő. Az előbb végtekertük Tillával a 10 kilométeres távot, nagyon jól éreztük magunkat, szép helyeket, szép házakat láttunk. Nagyon jó. Látszik az, hogy nagyon-nagyon pontosan meg van szervezve minden, ez le a kalappal. Neked milyen ez az idei éved, mit kell tudni róla? Három futamon van túl a magyar bajnokság. Ezt a hármat mi megnyertük, eddig még sosem indult ilyen jól idényünk. Most készülünk a negyedik futamra Székesfehérvárral, a jövő hét hétvégén szeretnénk ezt a jó szériát folytatni. Délután a hagyományokhoz híven gazdára találtak a tombola sorsolás nyereményei, köztük a leginkább óhajtott kerékpárok is. A záráshoz közeledve nem csak a nyertesek, hanem a szervezők is elégedetten vonhatták meg a nap mérlegét. Kisebb jubileumot ünnepel a Michelin Binga Fesztivál, akivel eddig beszéltünk, mindenki azt mondta, hogy tökéletes az ötödik rendezvény, így látják a szervezők is. Először is valóban jubileum, az ötödik születésnap, nagyon örülünk neki. Azt látjuk, hogy gördülékeny, mindenki vidám, jól érzi magát, mennek a programok. Körülbelül ezt szeretjük látni, amikor megvalósul az esemény. Mennyien vettek részt ezen a mai rendezvényen, hiszen előfizetesen lehetett regisztrálni, és azt már beszéltük korábban, hogy tapasztalt, aki egyszer legalább itt volt, az másodszor, harmadszor, negyedszer, sőt most már ötödször is jelentkezett. Azt tudjuk most még biztosan, még végső számunk nincsen, hogy összesen online, illetve a helyszíni regisztrációk együttesen a valamennyi programra több mint 2000 fő lesz. De az biztos, hogy évről évre egyre többen jönnek, és amit tapasztaltunk még, hogy az idei előkészítő fázisban az online regisztrációk először 30%-kal magasabbak voltak, tehát sokkal intenzívebb volt az érdeklődés, ahogy megnyitottuk a regisztrációs lehetőséget. Bringa Fesztivál a rendezvény neve, de hát rengeteg más programot is kínálnak a résztvevőknek, kezdve a közlekedés biztonsági teszkitöltésétől, gyerekeknek pálya, szimulátorok, melyek a legnépszerűbbek, melyik a legnépszerűbb? Azt gondolom, hogy a szimulátorok azért most az idén nagy újdonságot jelentenek. Három személyautószimulátor van, három robogó, és van egy olyan program is, ami akár kamiont, akár buszvezetést tud szimulálni. Ennek az az érdekesség, hogy ezek egyáltalán nem versenyautós környezetet szimulálnak, hanem teljes mértékben normál személyautóval, különböző útviszonyok között, különböző időjárási viszonyok között próbálhatják ki magukat a játékos kedvű vállalkozó résztvevők. Az elmúlt években a Michelin munkatársai is aktívan részt vettek a rendezvényen, idén is így volt? Igen, vannak itt munkatársak, akik szívesen eljönnek a gyárból a kommunikációs hálózat tagjai. Ők nagyon lelkesek, és persze hát ez egy óriási dolog, hogy együtt tudunk működni ebbe, és itt vannak velünk. Egy-egy rendezvényt általában 5 év után szoktak újra gondolni a szervezők. Lehet-e tudni a Michelin Bringa Fesztivál további sorsát? Azt nem tudom, hogy 5 év után szoktak-e, hogy van-e ilyen általános szabály. Az biztos, hogy a közlekedés biztonság iránti elkötelezettség, hogy ilyen típusú rendezvényel itt leszünk, az egészen biztos. Most még túl korai picit erről beszélni, hiszen azért a tervezés fázisa egy nagy cég életében kicsit későbbre esik. Biztos, hogy jövőre is találkozunk. Ennyi fért a mai sportszeretbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!